A NATO felszólítja Romániát, hogy hatékonyan reagáljon légterének orosz drónok és rakéták általi megsértésére, jelentette ki Mark Rütte főtitkár az Észak-Atlanti Szövetség nevében, számolt be a Liga Business Inform. Hangsúlyozta, hogy a NATO-nak demonstrálnia kell, hogy tagállamai légtere prioritást élvez. Tekintettel Oroszország-Ukrajna elleni háborújára, amely a NATO országok, különösen a Románia légterének megsértéséhez vezetett, az alábbiakat szeretném elmondani. A NATO szolidáris és felszólítja a román hatóságokat is, hogy hatékonyan reagáljanak erre az incidensre, mondta Rütte. A legutóbbi incidens, amely során a román légteret egy ismeretlen légi célpont sértette meg, október 17-én este történt. Románia akkor riasztotta vadászgépeit. Már Rütte brüsszeli sajtótájékoztatóján közölte, október 14-én megkezdődött a NATO országok éves nukleáris gyakorlata, amelyen nem több mint 60 katonai repülőgép vett részt. A képzés célja a béke megőrzése, a helyzet eszkalálódásának megakadályozása és az agresszió többek között Oroszország elrettentése. A Védelmi Minisztérium vezetője Rustem Umerov brüsszeli tájékoztatóján elmondta, hogy a tervek szerint halad a francia Mirás 2000 típusú vadászrepülőgépek Ukrajnának való átadásának előkészítése, írta az Ukrinform. Brüsszelben Umerov megbeszélést folytatott Sebastian Lecorn francia védelmi miniszterrel. A Mirás 2000 francia vadászrepülőgépekről beszélgettünk a francia védelmi miniszterrel, megvitattuk, hogy mikor és hogyan valósul meg az együttműködés. Nem akarok erről beszélni, mert ezt a francia fél teszi meg. Mi több, nagyon hálás vagyok nekik, hogy jelenleg fegyverekkel és katonai felszerelésekkel látnak el bennünket, felkészítik a tandárunkat, mondta Umerov. A NATO velünk van, különböző területeken dolgoznak együtt velünk, valamelyik nyilvános, valamelyik nem. Kiképzik katonáinkat, nemzetközi katonai segítséget nyújtanak, minden szinten együttműködünk a legmagasabb szintig, tette hozzá az ukrán miniszter. Kijevbe érkezett Uzra Zelja, az Egyesült Államok polgári biztonságért, demokráciáért és emberi jogokért felelős helyettes államtitkára, számolt be az Amerikai Egyesült Államok Ukrajnai Nagykövetsége X közösségi oldalán. Üdvözöljük Uzra Zelja helyettes államtitkárt Kijevben, hogy megerősítse az Egyesült Államok elkötelezettségét Ukrajna támogatását, illetően Oroszország teljes körű inváziója ellen, közölte az amerikai diplomáciai testület bejegyzésében. Andriy Jermák, az elnöki hivatal vezetője hangsúlyozta, hogy Ukrajna NATO-ba való meghívása fontos, mert ez segít befejezni a háborút. Számolt be az Ukrinform Andriy Jermáknak a Brüsszeli Európai Politikai Központban tartott beszédére és az elnöki hivatal sajtószolgálatára hivatkozva: A legfontosabb Ukrajna meghívása a NATO-ba. Ez az első számú pont. Ennek megvan az oka, más esetben a háború nem ér véget, legjobb esetben felfüggesztődik. Putyinnak nincs szüksége Krímre, Dombászra vagy Odesszára, mindent akar. És nem számít ki lesz az utódja, Ukrajna leigázása továbbra is az oroszok alapvető paradigmája marad, mondta Jermák. A békeformula 10 pontján alapuló tematikus konferenciák október végén lezárulnak. Ezt követően Ukrajna készen áll a második békecsúcs megtartására, amely bemutatja a méltányos, tartós és fenntartható béke eléréséhez való tervet, tájékoztatott az elnöki hivatal. Végrehajtása attól függ, hogy képesek vagyunk-e Oroszországot rákényszeríteni a nemzetközi jog és az ENSZ alapokmányának betartására. A győzelmi terv azt mutatja, hogyan lehet ezt elérni. Megvalósítása megteremti a szükséges feltételeket a békeformula végrehajtásához, mondta Jermák. Volodymyr Zelenszky elnök október 16-án a legfelső tanácsban bemutatta Ukrajna győzelmi tervét. A megszállt területeken több mint 40 ezer gyerek tanul ukrániskolában online, közölte Nagyia Kuzmicsova, ukrajna oktatási és tudományos miniszter helyettese az RBK Ukrajinának adott interjújában. A 2014-es ideiglenes megszálláshoz képest az a különbség, hogy az úgynevezett régóta megszállt területeinken nincsenek intézményes oktatási intézmények, és rendkívül nehéz nyomon követni azokat a gyerekeket, akik most az oktatási rendszerben vannak. A 2022-től megszállt területeken pedig vannak olyan oktatási intézmények, amelyek fizikailag elköltöztek, de jogilag ott vannak nyilván tartva, ahol voltak, pontosította a miniszterhelyettes. Kuzmicsova korábban arról számolt be, hogy az ukrán tinédzserek tudásszintje két évvel van lemaradva. Az oktatási veszteségek következményei rendkívül súlyosak. A PISA 2022 adatai szerint az ukrán tinédzserek tudásszintje legalább két évvel elmarad a szükséges szinttől, és ez vészjelzés az egész társadalom számára. Az oktatási veszteségek nem csak a gyermek egyéni fejlődését érintik, hanem hosszú távon az egész ország gazdasági és társadalmi fejlődését is visszafoghatják, mondta Nagy kuzmicsova. 2027-től alapvetően megváltozik a felső tagozatos iskola Ukrajnában. A tanulók érdeklődési körének megfelelően önállóan választhatnak tantárgyakat és tanulmányi profilokat. Ezen kívül 2027-től egy évvel korábban tanulnak a középiskolások Ukrajnában. A Forma 1 a -e 2025-ös szezontól kezdve nem ad bónuszpontot a leggyorsabb körért, döntött a FIA Motorsport világtanácsa. A pluszpontot 2019-ben vezették be, és azok a pilóták kapták meg, akik a leggyorsabb kör teljesítették, és az első 10-ben végeztek. A megbeszéléseken arról volt szó, hogy a pontszerzést kiterjesztik az első 12 helyezetre, de ezt végül elvetették. A hagyományosnak mondható 2010-ben bevezetett pontrendszert megtartották. Ismét Kijevbe látogatott Magyar Levente, Magyarország külgazdaság és külügyminisztériumának parlamenti államtitkára. A politikus az orosz-ukrán háború kitörése óta már harmadszor látogat el az ukrán fővárosba. Kijevi útjának első állomása a külügyminisztérium volt, ahol tárgyalásokat folytatott Andris Szibihával, Ukrajnak közelmúltban kinevezett külügyminiszterével a két ország közötti kapcsolat erősítése érdekében. A Kárpátaljai Magyarság oktatási kérdéseiről is egyeztetett Oxen Liszowi tanúgyi vezetővel és helyettesével, akivel évek óta dolgoznak azon, hogy megoldódjanak a kárpátaljai magyar kisebbség oktatási helyzete kapcsán felmerült problémák. Felkereste Viktor Mikitát, korábbi kárpátaljai kormányzót is aki jelenleg az elnöki hivatal helyettes vezetője. Magyar Levente a találkozók után úgy fogalmazott, a háttérben nagyon komoly munka zajlik azon, hogy a magyar-ukrán kapcsolatok folyamatosan erősödjenek. A mostani látogatás célja is ez. Öt tárgyalásom volt a mai nap során, mindegyik arról szólt, hogy hogyan tudjuk Magyarország és Ukrajna kapcsolatrendszerét tovább javítani. Külügyminiszter úrral áttekintettük azokat a kérdéseket, amelyeket megnyitottunk legutóbbi budapesti látogatása során, és megállapítottuk, hogy a legtöbb kérdésben egyetértünk, van néhány kérdés, amiben nem, de azokban is találhatunk konszenzust. Folytatjuk a munkát annak érdekében, hogy minél hamarabb születhessen egy olyan dokumentum, amelyben a két ország rögzíti a legfontosabb együttműködési területeket. Szeretnénk még ezt évvége előtt aláírni. Tárgyat az infrastruktúra minisztériumban, ahol abban állapodtam meg a miniszter hogy még az év végéig beterjesztünk Brüsszelnek egy átfogó határmenti infrastruktúra fejlesztési programot. Az oktatási minisztériumban arról állapodtunk meg, hogy folytatjuk a az ukrajnai magyar kisebbség oktatási helyzetének javítására irányuló közös erőfeszítéseket. Itt komoly lépéseket tettünk az utóbbi időszakban, és van az ukrán fél részéről hajlandóság ennek az útnak a folytatására. Tárgyaltam tovább az elnöki hivatalban, ahol legmagasabb dimenziókban tekintettük át a két oldalú kapcsolatokat. Az elnöki hivatal itt a hatalmi központ nagyon fontos, hogy ott is napirenden legyenek folyamatosan a legfontosabb kérdések. És tárgyaltam ezen kívül még olyan kérdésekben, mint például az energetikai ahol szintén rengeteg a közös érdek, és megállapodtunk abban, hogy fenntartjuk a két oldalú energetikai szállításokat és azok zavartalanságát a jövőben is. A melrá kialakulásának veszélyeire és a rendszeres szűrések szükségességére hívják fel a lakosság figyelmét a térség orvosai, a nők körében leggyakrabban regisztrált rák típusban évente két millió új páciens diagnosztizálnak. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, az időben észlelt daganat jól kezelhető. Tavaly 287 mellrákos esetet regisztráltunk a női lakosság körében. Ha a betegséget az első stádiumban diagnosztizálják, akkor nagyon nagy, 95 os a teljes gyógyulás valószínűsége. Ez szinte teljes gyógyulást jelent. A második stádiumban 66-80 százalékos a pozitív arány, ami azt jelenti, hogy a betegség gyógyítható. A harmadik stádiumban a nőknek csak 50%-a tudja legyőzni a betegséget, mondta a megyei egészségügyi főosztály igazgatója. A szakemberek szerint Kárpátalján közel 100 ezer nő lehet érintett, ezért a 40 év feletti hölgyek számára ajánlott a rendszeres szűrővizsgálatokon vizsgálatokon való részvétel. Az egyik ilyen a mammográfiai szűrés, amint tavaly mindössze 4 ezeren vettek részt. Держава гарантує скринінгові методи обстеження, такі як Hazánkban a 40 és 50 év közötti nők számára az állam két évente térítésmentesen garantálja a mammográfiai vizsgálatot. A szűrést a rendelkezésre álló 7 klaszterkórház és az egy szuperklaszterkórház kórház bármelyikében ingyenesen el lehet végezni, tette hozzá Ljubov Manzics. De mostna az emlőrákkal diagnosztizált betegek a Kárpátaljai Megyei Onkológiai Központban és a Munkácsi Szent Márton Kórházban is térítésmentesen kaphatnak orvosi ellátást. Záraz, mi mozgunk a és a a Mára már garantálni tudjuk, hogy ezzel a diagnózissal egy kárpátaljai nő ugyanolyan szintű ellátást kaphat helyben, mint amilyet a világ bármelyik orvosi központjában kapna. Az állam ezeknek a betegségeknek a kemoterápiától és hormonterápiától kezdve a műtéti kezelésig és a sugárkezelésig teljes körű ingyenes segítséget nyújt. A sugárterápiát ma már abszolút korszerű szinten, lineáris gyorsítókon végezzük, amiből a központunkban kettő is található. Emelte ki a megyei Це знаходиться на сучасному, абсолютно рівні, на лінійних прискорювачах. A szakemberek felhívják a lakosság figyelmét, hogy amennyiben bármely egészségügyi intézményben megtagadják az ingyenes orvosi ellátást, jelezzék azt a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat forró vonalán. A 67777-es telefonszámon lehet jelezni bármilyen visszaélést, ami az egészségügyi intézményekben történik. Higgyék el, a bejelentés nem marad kivizsgálatlan. Az intézménnyel szerződést bonthatnak, vagy más szankciót alkalmazhatnak velük szemben. A betegek pedig megkapják az ingyenes orvosi ellátást, hangsúlyozta a szakértő.